Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi a jelenlegi helyzet? Mik az ő gondolatai, tervei? Hogy érzi magát? Mit közöl veled? Azon kívül van itt még egy meglepetés, a rúnák, ami utal a jelenlegi energia mezőre. Először is megtekintjük a jelenlegi helyzetét. Itt látható a négyes szám, és az arra utal, mennyire fontos számára a biztonság. Nem csak az anyagiakat illetően, hanem a szerelmet illetően is. Itt van a kezében, és előtte a kelyhek. És a kelyhek utalnak az érzelmekre. De itt látható a negyedik kehely, amit ő észre sem vesz, holott te ezt átnyújtod számára. Kimutatod az érzelmeidet, de nem figyel oda rá, vagy ezt nem veszi észre. Ha megnézzük ezt a képet, akkor felfedezünk itt valamit a háttérben. A víz és egy kéz látható. Ez a te kezed. És te átnyújtottad már számára ezeket a virágokat. És ez olyan, mint egy kehely. Tehát kimutattad már az érzelmeidet, de ő nem figyelt oda rá, nem vette észre. Mit tudsz te most tenni? Újra próbálkozni? Nem. Most ő van soron. Neki kell lépéseket tennie irányodba, vagy kimutatni az érzelmeit. És most megtekintjük, mi a gondolata, és mit tervez. Itt is a kelyhek láthatóak. Itt szemben álltok egymással, ő átnyújtja neked az egyik kelyhet, te átnyújtod neki a másik kelyhet. És itt szerelemről van szó. A kettes szám ezen a képen rátok utal, rád és őre. Itt nincs most egy harmadik személy. És most bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt is a kelyhek vannak. De a nyolcas szám is megjelenik itt. És az egy kis húzavona. Tegyem, vagy ne tegyem. És mit csinál ez a férfi? Ez látható itt a képen. Figyel téged, de úgy figyel, hogy te ezt ne vedd észre. Lehet, hogy az interneten keresztül, vagy a környezetedben, ő nagyon kíváncsi. Akkor is, ha van még nála ez a belső feszültség, ez a húzavona, ennek ellenére ez a kép mutat valami szépet, hiszen itt is megjelennek a kelyhek, és az utal az ő érzelmeire, tehát ez a férfi szeret téged. És mit közöl veled? Itt látható az uralkodónő. Te vagy ez az uralkodónő. Itt van a Vénusz szimbólum, és ha ezt megnézzük, látható a Mars szimbólum is. Mars és Vénusz, ez pedig a szerelemre utal, ugyanúgy, mint ezen a képen is látható. És most húzok egy rúna kockát, és ez egy fontos üzenet számodra. Ehhez a rúnához, Pertho rúnához van egy kártyám, és ezt megmutatom most, mert akkor látható a képen, hogy mi az üzenet ettől a rúnától. Most kikapcsolom a kamerámat, mert eltávolítom ezt a kelyhet, és mutatom majd a képet ehhez a rúnához. Ez a kép utal arra, amit ez a rúna közöl veled. Itt is látható ez a szimbólum, Pertho.
itt van egy ilyen kötél vagy madzag, mind, ahogy a képen látható, ezek lesznek most a lépések. Kell az egyensúly, és odafigyelni, hogy mit teszel, hogy mit mondasz neki. Az is lehet, hogy ő nagyon bizonytalan és óvatos, és így lassan, óvatosan közeledik hozzád. Ami ennél a rúnánál fontos, ez az egyensúly. Valamit egyensúlyba kell hozni, vagy kell a belső egyensúly. Amit még számomra ez a kép jelent, az a levegő eleme, a könnyűség. És hogy bizonyos dolgokat felülről kellene megtekinteni. És akkor másképp látod a dolgokat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!